műsorunk támogatói voltak. Köszöntjük kedves nézőinket, a Széchenyi Televízió április havi második adását látják. Műsorunk elején városi híreink következnek, melyben Széchenyi városi edzőinek hirdetményét közöljük önökkel. Széchenyi város jegyzője értesíti Széchenyi város lakosságát, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának részletes szabályairól szóló 164/2008 FVM rendelet alapján az ebek veszettség elleni védőoltásának helyszíne megváltozott. 2009. január 1-től az ebb tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az ebb tartója által szabadon választott magánállatorvosnak köteles bejelenteni a 3 hónapos kort elérő ebét, továbbá az elhullott, elkóborolt vagy új tulajdonoshoz került ebét. Széchenyben a védőoltások helyszíne a magánállatorvosok rendelője, illetve telephelye. 2016. május 5-én és 19-én szerdai napokon 15 óra és 17 óra között az alábbi kijelölt állatorvosi magánrendelőben telephelyeken kerül sor az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására és féregtelenítésére, nevezetesen dr. Pintér Gábor állatorvosnál a Széchenyi Dózsa-György út 21/B szám alatt. Bencúrfalván az oltás időpontja 2016. május 17-e, 10 és 10 óra 45 perc közötti időtartamban, az oltás helye az orvosi rendelő előtti tér. Pöstény pusztán az oltás időpontja 2016. május 17-e, 11 és 11 óra 30 perc közötti időtartamban, az oltás helye a kultúrház előtti tér. Az eboltás díját a helyszínen kell fizetni, amelynek összege 3500 forint, amely tartalmazza a féregtelenítés díját is. Az NHS Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. Értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítás házhoz menő gyűjtési rendszerrel történik. A közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítás nem előre meghirdetett napokon, hanem a lakosság igénybejelentése alapján előre egyeztetett időpontban végezzük el. Ebben az esetben a lomtalanítást igénylő ügyfelünk az alábbi elérhetőségeken kérheti a szolgáltatást. A társasházak esetében a társasház közös képviselőjeivel egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést. A házhoz menő lomtalanítás évente egy alkalommal igényelhető. Bővebb tájékoztatást és szolgáltatás igénybevételét jelezheti a 0637-311-894/34-es melléken, vagy a 36-os melléken, továbbá a hegedűs ékezetek nélkül .anico, szintén ékezetek nélkül, kukac.nhs.hu elérhetőségeken. A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor azt írásban vagy telefonon visszaigazolták. Kihelyezhető hulladékok körét meghatározza az NHS, amelyek olyan szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetők el a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el. Kérik, hogy a kisebb méretű lomokat bekötözött zsákokba gyűjtsék össze a könnyebb szállíthatóság érdekében. Rendhagyó programajánlónk következik, annak is első része, melyben Garamvölgyi Andrával végigturnéztuk a művelődési központban működő együtteseket, egyesületeket, megkérdeztük, ki mivel foglalkozik és mivel várják az érdeklődőket. És
Sok szeretettel köszöntöm a Széchenyi TV nézőit. Ebben a műsorban most egy rendhagyó programajánlóra hívnám fel a figyelmüket. Azaz most nem egy konkrét kulturális programot szeretnék önök figyelmébe ajánlani, hanem kicsit a művelődési központ mindennapjaiba fogunk betekintést nyerni, hogy hát, hogyha a kedves nézők kedvet kapnak majd valamelyik foglalkozás vagy művészeti csoportnak az alkalmaira eljárni, úgyhogy most azt szeretném kérni, hogy jöjjenek velem. Most, ahová benézünk, Bacskai Balázsnak a népzenei szakköre, bepillantást nyerünk. Balázsról azt kell tudni, hogy délutánonként van neki a foglalkozása a művelődési központban, és nem csak gyerekeket, hanem vállalkozó kedvű fiatalokat is tanít, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy aki picit szeretné megismerni, vagy gyakorolni a népzenei hangszereken, citerán, hegedűn, és még min? Nagybőgő és harmonika is van. Azt ajánljuk mindenkinek, hogy nem késő elkezdeni akár felnőtt korban is. Köszönjük szépen! Hát egy éve kezdtük a népzenei tanszakot itt Széchenyben, aminek én kifejezetten örülök, hiszen eddig nem volt itt főleg vonós oktatás, és népi hangszerek sem voltak. A kezdetben is már 20 akárhány növendék volt, most jelenleg 24-en vannak, és lényegében 0-tól 100 éves korig tehát vannak. Itt van például Búcsú, ő hány éves vagy Búcsú? 9. Jelenleg 5 hangszer van, amit lehet választani, főleg vonósok, népi vonósok, hegedű, brácsa, bőgő. Van mellette harmonika, tangóharmonika, és még citera, ami leginkább népi hangszer. Persze mindig van egy 6. vagy 7., ami kellene, de hát a világ összes hangszerét nem tudom behozni egyelőre, de igyekszünk. Köszönöm. Ahová most be fogunk nézni, az az Apró Palóc néptánc együttes. Szervusztok, szervusztok, szia Bogi néni! Egy pillanatra álljunk meg. Szia Bogi néni, sziasztok! Kedves tévénézőinek mondjuk, hogy éppen egy próba kellős közepére csöppentünk be, és hát talán azt gondolom, hogy valamelyik kis táncostól, gyere! Janka, gyere ide mellém, ide kettőnk közé, hagyd kérdezzem meg, hogy hetente hányszor jártok próbára? 2. Kétszer? Melyik napokon? Péntek és szombat. És péntek és szombat. Szerda. Tehát szerda és péntek. Igen. Jó. És mennyire érzed jól magad a próbákon? Nagyon jól. Jó. Bogi néni, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöhettünk, jó? Minden jót, további jó próbát kívánunk, sziasztok! Minden jót, sziasztok! Következő helyszínünk, éppen azt gondolom, hogy már behallatszik, Csukáné Szerémi Andrea tartórát, úgyhogy most hozzá fogunk belátogatni. Sziasztok! Szia, Andi! Egy picit hagysz a kicsük meg az órát. Na hát akkor egy picit hagysz a kicsük meg az órát és a próbát. Légy szíves, mondd el, hogy a tévénézők mibe tekinthetnek most bele. Hát éppen a színjáték tagozatosoknak az ének óráján vagyunk, méghozzá hangképzés órán, és éppen Kovács Mollit kínoztam az előző percekben, de hát Mollinak talán ez már nem is kínzás, mert elég jól tűri. Milyen sűrűn szoktatok hetente próbálni? Hetente. Igazából a gyerekeknek vannak színpadi próbák, de mivel zenés darabokat játszunk, ezért szükség van arra, hogy a hangjukat is képezzük, és most éppen egy hangképzés órát láthattatok. Hát igazából alsó tagozatostól egészen fiatal felnőttig. Egy pillanatra az aulában is megálltunk, és hát az itt várakozókat szeretném megkérdezni, hogy mi szél fújta őket a művelődési házba? Hát én a kislányomat hozom ide, az Apró Palócok néptánc tanfolyamára. Mi Ludány Halászi-ból járunk ide be,
És hát itt meg tudjuk beszélni a mindennapjainkat a szülőkkel is, meg tudunk így eszmét cserélni. Mióta jár a kislány oda az apró palócokba? Most szeptembertől kezdte itt a néptánc csoportban. És hogy tetszik neki? Nagyon-nagyon tetszik, neki szeret járni. És neked hogy tetszik a bájcsevej? Hát mi nagyon jól szoktuk itt magunkat érezni, úgyhogy... Jó. Köszönöm szépen. Se frizura, se ruha, se kulisz, nem baj. Igen, mi vagyunk a leghangosabban. Én azt gondolom, hogy Széchenyben nem véletlen, hogy mind a két néptánc együttesünk nagyon nagy létszámban van most jelen a Széchenynek a kulturális életében, mert hát nem csak a néptánc van, én azt gondolom, ami nekik fontos, hanem a közösségépítés, illetve, amint lehet látni, a rendszeres próbák is, úgyhogy most a Kispalósz néptánc együttes próbájára fogunk belátogatni. Sziasztok! Bori néni, egy pillanatra leállítunk, jó? Jó. Légy szíves, a Széchenyi Televízió nézőinek mondd meg, hogy kinek a próbájára jöttünk be. A Kispalócok gyermektánc együttes próbájára, és most a Táncvilágnapi műsorra készülünk egy mezőkeszű összeállítással, kollégámmal, Kovács József Dodival. A Kispalócok néptánc együttesben milyen korosztályú gyerekek járnak? Általános iskolás, és hát... Már középiskolások is vannak köztük, kevés számmal. Milyen sűrűn próbáltok egy héten? Heti két alkalommal, másfél-másfél órát. Hát akkor mindenkinek javasoljuk, hogy aki ebbe a korosztályba esik, illetve kedve van a néptánchoz, mindenképpen jöjjön. Köszönjük szépen! Én köszönöm! Rendszeres vendégeink a művelődési házban a nyugdíjas tornások is, úgyhogy most őket látogatjuk meg. Hát akkor jó napot kívánunk mindenkinek, és éppen már folyik a torna, és egy pár mondatban akkor megkérdezném, hogy kiket várnak ide, és milyen hetente hányszor tornáznak. A mozogni vágyó nyugdíjasokat, akik szeretnének tornászni, egészségesen élni, egészséges életmód, mindenhol azt halljuk, hogy mozogni, mozogni, mozogni. És mi heti két alkalommal mozgunk, hétfőn és csütörtökön, 6 órától 7 óráig. És akkor esetleg egy pici ízelítőt majd hadd lássanak a kedves nézők. Heti rendszerességgel jogázni is járnak az érdeklődők, és most átadom a szót Bagoly Petinek, aki a foglalkozásokat tartja, hogy mondjál azt, amit tudni kell a jogáról, illetve hogy egy héten hányszor, és hogy kiket vártok a jogára. Szerbusztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Rádzsa Jóga, amit én tartok itt Széchenyben, heti rendszerességgel csütörtökönként, és mindenkit nagy szeretettel várunk, körülbelül 2 óra, 2,5 óra. Olyan embereket szeretnénk várni, akiket érdekel a boldogság, az egészség, és az ön megismerésének a művészete, tehát a saját magunk felfedezésének az élménye. Jó, ha ez tetszik nektek, akkor nagy szeretettel várlak benneteket minden csütörtökön 6 órai kezdettel. Jó. Következő helyszínünk Bakos Feri tanár úrnak a kézműves szakköre, ahová most éppen be fogunk látogatni. Sziasztok! Sziasztok! Szia Feri bácsi, egy pillanatra állj el ide mellém.
és légy szíves pár mondatot mondjál arról, hogy éppen most milyen munka folyik. Hát sokféle munkát csinálnak a gyerekek, ki azt, ki amaszt, de a lényeg az egy olyan projekt, ami az év végéig valószínűleg kitart, hogy elhatároztuk, te is segítettél ebbe, hogy különböző régi kidobott székeket meg újra álmodunk, és tulajdonképpen egy műalkotást fogunk rá, mindegyikre egyedi műalkotást fogunk tervezni, és most a gyerekek éppen alapozzák az asztalokat, székeket, és ugye az a célunk, hogy az aulában legyen egy színes, vidám és élhető tér, és ebbe a színes, vidám, élhető térhez szeretnénk mi is hozzájárulni ezekkel a színes bútorokkal. Úgyhogy most ezért folyik a küzdelem. Sokan most mázolnak életükbe először, úgyhogy ezt is meg kell tanulni külön, hogy mit, hogyan, milyen sorrendben kell csinálni. Igen, el kell árulnom a tévénézőknek, hogy Ferivel annak idején közösen találtuk ki azt, hogy a művelődési központnak az auláját egy picit feldobnánk, megszínesítenénk, és tulajdonképpen erre egy pályázatot is be fogunk nyújtani, amit országosan írtak ki, ez pedig közösségi tereknek a színes bététele, és tulajdonképpen már ezek a bútorok ehhez is szolgálnak. Hány éves korú gyerekek, diákok járnak hozzád? Hát igazából a 9 évestől egészen a 20 évesig. Tehát, hogy nagyon nagy a korosztálybeli különbség, de a picik épp olyan édesen és boldogan estek neki az asztalnak, már ott kint lehet látni, hogy egy macskás asztal éppen már készülőfélben van, mint a nagyok. És ráadásul ugye tudunk rá csinálni bármit, tehát még pasztelezni is lehet rá, ha utána lekenjük lakkal, úgyhogy teljesen szabad a pálya számunk. Jó, és akkor még egy valamire csapjunk le. Hamarosan lesz egy kiállítás megnyitó, úgyhogy légy szíves, erről beszélj még pár szót. 24. éve, hogy eredetileg Balassagyarmat és Ipolyság elhatározta, hogy egy határokon átnyúló regionális nemzetközi rajzversenyt hirdet, Pueri Fabri címen. Ebben a rajzpályázatban aztán később bekapcsolódott Párkány és Széchény is, és most Széchény és úgy működik, hogy minden évben másik város vállalja magára, hogy megrendezi. Az idén mi vagyunk a sorosak, úgyhogy mi rendezzük meg. Május 6-án pénteken nyílik 14 órakor a kiállítás. Gyönyörű anyag van, már én itt keretezem, és csinálom, és szerencsére sok-sok díjat kaptunk mi is, úgyhogy ez nagy öröm számomra. Ez egy igen nívós, szakmailag igen nívós pályázat. Előzsűrizés után kerülnek az alkotások ide. Idén 105 pályázati anyag jött be, és ebből választotta ki a zsűri kategóriánként a díjait. Tehát akkor május 6-a. Várok mindenkit. Igen, május 6-a, 14 óra a kiállítás megnyitó. És akkor most egy picit tekintsük bele, hogy mivel foglalatoskodnak éppen. Megérkeztünk az Iglice néptánc együttes próbájára. Majd biztosan elárulják, hogy idén ismét jelentkeznek a Fölszállott a pávára, ahol tavaly nagyon-nagyon jó eredménnyel végeztek, úgyhogy most egy picit őket interjúvoljuk meg. Hát, szia, Ivett néni! Egy pillanatra hagyd szakítsuk meg a próbát. Én már a tévénézőknek elárultam, hogy idén ismét indultok a Fölszállott a páván. Milyen élményekkel zártátok azt a tavalyi évet? Nem hiába indulunk újból, nagyon nagy élményünk volt, akár a selejtezőkön, akár a nyári táborban, akár aztán az élő adásban, úgy gondolom, hogy felejthetetlen élmény, de remélem, hogy nem megismételhetetlen. Újból beadtuk a DVD-nket, és május 1-ig várjuk, hogy behívnak-e minket a területi selejtezőre. Nagyon örülünk, és egy picit nagyon gyorsan mutasd be a csoportot, ugye mivel ez egy rendhagyó programajánló, azt szeretnénk megkérdezni, hogy milyen korosztály jár ide, hányszor próbáltok egy héten, és kiknek ajánljátok a néptáncot?
mindenkinek ajánljuk, aki szereti a magyar népzenét, a néptáncot. Úgy gondolom, hogy köztünk meg tudja tanulni. Amint látja a kedves néző, nagyon vegyes a korosztályunk, vannak nagycsoportos óvodásaink, és aztán egészen 9-es évfolyamig itt vannak a gyerekek. Nagyon jól érzik egymást, egy héten kétszer próbálunk, kedden és csütörtökön 4-től 6-ig, aztán, hogyha a páva esetleg újból beindul, akkor lesz egy harmadik próbánk is. Köszönöm szépen, és engedd már meg, hogy valakit itt kiragadjak a tömegből. Hát szerintem ti, Laura és Elizabeth, légy szíves, mondjátok el, hogy miért szerettek néptáncra járni. Hát azért szeretünk néptáncra járni, mert jó a közösség, és összetartunk mindig, és már többször indultunk az országos versenyen, és értünk is el helyezést. Nagyon szeretjük a rimóci táncokat, amiket most táncolunk, és amivel beadtuk a felszerelt a pávába a lemezt is. Összetartunk, ahogy Laura is mondta, szeretjük egymást, és nagyon jó táncokat táncolunk, és a próbákon sohasem unatkozunk. Köszönöm szépen, és nagyon jó próbát kívánok! Május 6-án és 7-én a Széchenyi Művelődési Központ fog otthont adni az Örökség Népművészeti Egyesület Észak-Magyarországi Regionális Táncversenyének, ami egy néptáncverseny lesz, és amelyen elég sok résztvevő fogja itt képviseltetni magát városunkban, többek ezt ugye a mi kis helyi csoportunk, az Igrice Néptánc Együttes. Na de kik lesznek még itt? Így van, a május 7-i versenynapon 14 néptáncegyüttes nevezett a versenyre. Többek között Miskolcról, Sátoraljaújhelyről, Sárospatakról, Balassagyarmatról, Gyöngyösről, Salgótarjánból, úgyhogy nagyon-nagyon sok gyermek fog részt venni ezen a rendezvényen. Ez a nagyszámú kompánia, ami ide fog érkezni, de ugye a városunkba, őket hol fogjátok fogadni, hol fogják szállásolni őket? Két együttes, miskolciak és sátoraljaújhelyiek már 6-án, pénteken este meg fognak érkezni Hollókőre. A sátoraljaújhelyiek Hollókőn kapnak szállást, a miskolciak, hiszen 90-en érkeznek, őket egy kicsit bajba voltunk, hogy hol szállásoljuk el, őket Széchenyben fogjuk a több panzióban ellátni, szállással, vacsorával, kis táncházzal, a dűvőzenekar fog 6-án egy kis talpalávalót húzni, és aztán 7-én reggel fognak megérkezni a csoportok, kis próbarend lesz, és aztán 11 órakor megpróbáljuk elindítani a versenyt. Remekül hangzik. Mit kell tudni az Igrice Néptánc Együttesnek a műsorráról? Milyen táncokkal fog készülni? Egy tánccal fogunk, én úgy gondolom, most egyelőre készülni, amivel a Felszállott a Páván is szerepeltünk a televízióban, hiszen te is nagyon jól tudod, hogy május-júniusra szoktak elkészülni az új koreográfiák, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy most ezzel a bemutatóval fogunk fellépni. Hát én úgy gondolom, hogy a tévé valamennyi nézője nevében drukkolunk akkor az együttesnek, és hát akkor ez alkalomból pedig gratulálok a 15 éves évfordulóhoz. Erről köszönjük a napokban szépen. Értesültem, hogy már a 15. évébe lépett az Igrice Néptánc Együttes, tehát akkor sok sikert kívánunk köszönjük ez a versenyen. Köszönjük szépen, és akkor várjuk a kedves nézőket. 7-én 11 órakor fog kezdődni itt a Művelődési Központ nagy termében a verseny. A belépés ingyenes, úgyhogy bárki jöhet. április 11-én született a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja, József Attila. Magyarországon 1964 óta a költő születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. A jeles nap alkalmából a Kródi Gyula Városi Könyvtár egy rendkívül ötletes felhívást címzett a szépirodalom rajongóihoz,
a Bárkányi Suli Tea délutánna, míg a második Rákóczi Ferenc Gimi és Általános Iskola szavaló versennyel színesítette a napot. A Krudi Gyula könyvtár néhány nappal ezelőtt egy felhívással fordult Széchenyi város lakosságához, mégpedig azért, hogy 2016. április 11-én a Magyar Költészet napját ünnepeljük együtt, rendhagyó módon, úgy, hogy posztoljunk minél több verset Széchenyi város utcáira. A felhívásunkra első alkalommal nagyon sokan csatlakoztak, 34 intézmény és magánszemély döntött úgy, hogy előkeresi kedvenc magyar költőjének versét, és ezt elhelyezi kapujára, kerítésére, utcára néző ablakára, és így összességében körülbelül 45 helyszínre kerültek ki versek április 11-én hétfőn. Kertész leszek, fát nevelek, kellő nappal én is kelek. Ezeket a képeket aztán mi összegyűjtöttük, amit a kedves olvasóink, a városlakók beküldtek nekünk, vagy a Facebook oldalukra feltöltöttek, vagy esetleg az intézményük honlapjára feltöltöttek, és ezt az albumot a mai napig is meg lehet tekinteni a Kródi Gyula könyvtár Facebook oldalán. Én ajánlom mindenkinek, hogy nézzék meg ezeket a fotókat, olvassák el a szebbnél szebb verseket, és örüljenek velünk együtt, hogy valóban sokan csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Én a Kródi Gyula könyvtár nevében szeretném megköszönni mindenkinek, aki kedvet érzett hozzá, csatlakozott kezdeményezésünkhöz, vette a fáradtságot és néhány percet szánt arra, hogy válasszon egy verset, ezt a verset ki is ragassza saját ingatlanára, és ráadásul még egy fotóval is bizonyítsa ezt a cselekedetét. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és nagyon remélem, hogy jövőre, ha ismét egy ilyen felhívással fordulunk a város lakosságához, akkor még többen fognak hozzánk csatlakozni, és így közösen, rendhagyó módon tudjuk majd ismét megünnepelni a Magyar Költészet napját. A Magyar Költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelgünk a magyar líra előtt. Mai napon ünnepeljük 1964 óta a Magyar Költészet napját. Ezen a napon született József Attila és másik híres költőnk, írónk, Márai Sándor is.
Mi itt az iskolában úgy gondoltuk, hogy erre a jeles alkalomra egy tankerületi szavalóversenyt rendezünk, melyre meghívtuk a tankerület mind a 8 általános iskoláját. Szerencsére mindenhonnan jöttek diákok, így a ma 4 korcsoportban 60 diák szavalatát hallhatta meg a zsűri. A környező települések polgármesterei nagyon nagylelkűen támogatták ezt a kezdeményezést. Érkezett külön díj például Endrefalváról, Rimócról, Hollókőről, Magyargécből, Nógrádmegyerből, kaptunk felajánlást Széchenyfelfaluból a vendéglátáshoz, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas délutánt tölthettünk együtt tankerületi szinten. Bízom benne, hogy minden diák és a kísérő pedagógusok is nagyon jól érezték magukat. Azzal váltunk el, hogy jövőre újra találkozunk, tehát szeretnénk hagyományt teremteni ebből a versenyből, jövőre is szeretnénk megrendezni. Egy kis versenyre az adott alapot, hogy lehetem a réten egy régi kalap. Megsajnáltam szedni, csak az kis halni. Pimaszul a szél is, vélegúri dalni. Valami bűvésznek lehetett kalapja. Bűvös kalapoknak, talán legszebb darabja. Gazdája belőle, hajdán kikirántott, hogyha unatkozott, egy-egy elefántot. Hiszen annyi alatt húzódott meg benne, mintha nem is kalap, de állatkert lenne. A bűvész ismerte mindet külön-külön, mégiscsak nyulakat fogott folyton fülön. A kalap csak nyulat adott, s megint nyulat. Rázta is a bűvészt a művész indulat. Látta bűvészsége, nem mehet már babra. Kalapja nem segít az abrakat abra. Épp ezért, ha túladott a konosz kalapagon, így találtam én rá a puszta parlagon. Megsajnáltam szegény, csak ázik és fázik, de a karimája ki sose virágzik. Föl is virágoztam, s mi nem jutott eszembe. Amúgy legényesen csaptam a fejembe, s azon kezdtem el törni kopakomat nyomban, hány nyuszi lapulhat még a kalapokban. A versenyt úgy szerveztük, hogy 4 korcsoportra osztottuk a jelentkező diákokat, első, második osztályosok, harmadik, negyedik osztályosok, ötödik, hatodik osztályosok és hetedik, nyolcadik osztályosok. Mind a 4 korosztályban egy 3-tagú zsűrit hívtunk meg erre az alkalomra. Olyan embereket választottunk ki, akik valamilyen módon kapcsolódnak az iskolához, de mégis külsősök, tehát objektíven tudják értékelni a tanulók szavalatait. A napot egy ünnepélyes megnyitóval kezdtük, 1 órakor a tornateremben, ahol nagyon szép dekoráció és háttér fogadta a hozzánk látogató vendégeket. Kollégáim munkáját dicséri ez, ezúton is szeretném nekik megköszönni. Ezt követően 2:30-tól 2:30-ig hallgathattuk meg 4 helyszínen a diákok szavalatait, majd 2:30-tól 3-ig a zsűri döntött, rangsorolták a tanulókat. Az alsós korosztályokban az első 3 helyezettet díjaztuk, valamint egy külön díj is kiosztásra került. A felső éveseknél, 5., 6., 7., 8-osoknál pedig az első 3 tanulót díjaztuk. Ezen kívül a települések felajánlásait is kiosztásra kerültek. Voltak olyan települések, ahol arról a településről érkező legjobb diák számára ajánlottak fel díjakat. 3 órakor tartottuk az eredményhirdetést, ahol mindenki egy apró ajándékkal lett gazdagabb. Készítettünk erre az alkalomra egy kulcstartót, valamint egy emléklapot. Ezt minden résztvevő és a kísérő tanárok is megkapták. Ezen kívül az eredményhirdetés után egy kis uzsonnát fogyasztottunk el közösen, majd 3:30 körül lett vége az egész rendezvénynek. Kedves versenyző diákok, tisztelt kollégák! Mi egy nagyon tartalmas, nagyon szép, nagyon kedves 1 óra részesei voltunk az első-második osztályos tanulókkal. A napokban a kezembe került egyik kedvenc költőmnek az egyik verse, amelynek a kezdő mondata így szól: minden a vers. Aztán nagyon szép képekben bontja ki, hogy miért is jelent mindent számunkra a vers. Jelenti azt, hogy örömünket, egyáltalán érzéseinket, örömünket, bánatunkat, fájdalmainkat megszólaltathatja.
szépségre, szeretetre, jóságra tanít bennünket a vers. Erről győztek meg ezek a kis versikék is, amiket hallottunk a versenyző tanulóktól. Jó szövegmondással, nagyon szépen felkészítve, tehát jó szövegértéssel hallottuk a verseket. Gratulálok minden résztvevőnek, és szívfájdalmam, hogy mindenkinek nem adhatok át díjat. A négy korcsoport első helyezettjének szerettük volna valamivel különlegesebbé tenni az itt megszerzett oklevelet, illetve jutalmat. Úgyhogy az iskolánkban működik egy csipkekészítő szakkör, és az ő általuk készített az iskola logóját, egy R-betűt ábrázoló csipkét tettünk az oklevelükre, és ez lett lelaminálva, így egy picit szerintem különlegesebb lett, meg értékesebb ez az oklevél. Itt meg is szeretném mutatni, hogy miről van szó. Egy ehhez hasonló csipke R-betű került az oklevélre. Remélem, hogy majd nagy becsben fogják tartani a tanulók, és jó helyre teszik. De hogy egy picit ne a szerelmes lira felé menjünk, csak az, hogy mennyire csodálatos, és azt mondták, hogy annak idején, csak hogy milyen magyar nyelv, a Frédi és Béni című rajzfilmet látta-e valaki? Láttátok. Na most az, következő, így ki angol. Hello Béni, pick up me please. Ehelyett mit csinált? Frédi, mint töröd a kobakot ki, vököd? A romhány írt neki egy csodálatos verset, ezt visszavásárolták a hollywoodiak, képzeljétek el, és így a magyar Frédi Béni Márkussal és Csákány Lászlóval ingyen került a magyar televízióba, még az 1960-as években. Iskolánkban ebben az évben rendhagyó módon ünnepeltük a költészet napját, egy irodalmi teaház keretein belül foglalkoztunk a gyerekekkel. A Nógrád megyei család esélyteremtés és önkéntes ház Palóc esély program keretein belül Szabó Péter tartotta ezt a programot. Sokszínű feladatokkal, érdekes történetekkel színesítette a délutánunkat. A kezdeményezés jónak bizonyult, reméljük, hogy a jövőben is lesz lehetőség hasonló program szervezésére. De hogy mégis egy kicsit játszunk, ki tud ismeri azt a játékot, és most kérnék szépen egy fiút meg egy lányt, melyikőtök ismeri a Falu végén kurta kocsma című nagyon szép verset. Te ismered? Nagyon szépen gyerek ki. Hölgyek közül? Fiúk közül? De a barátomásra nem tudom. Nem ismered? Akkor gyerek ki, nagyon szépen. Válasszál magadnak egy hölgy vendéget, nagyon szépen kérlek. Te lesz a koszorús költő. Falu végén kurta kocsma. Tanárni, mondja, hogy előről. Oda rúg ki a szamosra. Hátulról. Meg is látná magát benne. Előről. Ha az éj nem közeledne. Hátulról. Az éjszaka közeledik. Előről. A világ elcsendesedik. Hátulról. De a kocsma bezzeg hangos. Előről. Munkálkodik a cimbalmos. Hátulról. Játsszuk akkor azt, hogy én megpróbálok irodalmi idézeteket előhozni, híres irodalmi nyelveket, illetve mindenki a magyar irodalom legszebb nyelvében két kézzel lehet turkálni. Kettes, hármasával alkuljanak csoportok, akinek a legnagyobb keze, elhoztam nektek a legszebb magyar, emberi nyelvnek a betűzetét, abból ki kell marni két marokkal, magatok elé öntitek, jó, és egy magyar irodalommal kapcsolatos idézetet, vers részletet, vagy írót, vagy irodalmának a nevét próbáljátok kirakni. Minél nagyobbat markolsz, annál többet fogsz, jó? Ki lesz a legnagyobb kezű? Ilyet még nem játszottatok. Parancsoljatok. Belemarkolj nagyot. Belemarkolj. Bátran. Úgyis. Hajrá. Parancsoljatok. Parancsoljatok. Kicsit a kamerát is egy kicsit. Jó? Mert ez egy elképzelés. Kitalál. Bármilyen nagy a irodalmi nyújt, vagy alkotójának a nevét össze kell rakni. Mindenre álló rendelkezésre körülbelül 15 perc.
Április 8-án került sor a Visi di Arte Művészeti Együttes húsvéti koncertjére városunkban, amelyen a klasszikus zene rajongói minden számításukat megtalálhatták. Zenei hangjain érzékelhettük, úgy szövegszerűen is azt mondhatjuk, hogy kezdetben Isten megteremtette a világot, az eget és a földet, az összes csillagokat és a vizeket, megteremtette a növényeket és az állatokat, és vele együtt az embert. Az embert, akit az élet Édenbe helyezett. Az ember kezdetben Isten képmása volt. Ártatlanul, teljes harmóniában élt. Az embert szabad akarattal teremtette az Úr, ezért választhatott jó és rossz között. Minden szabadott, kivétel a jó és rossz tudás fájáról enni. A szabad akarat azonban oda vezetett, hogy bűnbe esett az ember. És ezt az állapotát, a harmóniából való kiesett állapotát állította helyre az Úr, a második isteni személy. Ez a húsvét, és vele megadta a lehetőséget mindnyájunk számára, hogy ismét a halhatatlanság és az örök harmónia legyen osztályrészünk, és ezt minden évben megélhetjük. Megélhetjük, főleg akkor, ha van hozzá érzékünk. A keresztény eleink úgy készültek a húsvétra, hogy 40 öltek, hogy hamvazó szerdán kisikálták a fazekakat, vagy volt külön olyan fazék vagy edény készletük, amelyeket csak nagybőjt idején használtak, amikor semmilyen tejet sem, húst sem fogyasztottak, csak kenyeret, vizet és száraz zöldségeket. 40 öltek, legtovább a palócok. Még én is ismertem olyan asszonyt, akinek a nagyanyja 40 ölt. Azaz a nagybőjtben minden nap csak egyszer napszentület után evett, keveset, kenyeret és vizet. Megérthetjük, hogy az ilyen ember húsvétra csont és bőr lett, mondta ez az én ismerősöm is Endre falván, hogy a nagyanyja, amire húsvét volt, csont és bőr lett. De ez azt is jelenti, hogy kilépett a hétköznapi önmagából, és megszerezte azokat az érzékeit, amelyekkel megélhette a feltámadás ünnepét, amivel azonosulhatott. Voltak éppen itt a Palócföldön mai napig megtalálhatjuk nyomait, gesztusait, rítusait ennek a felkészülésnek. Thank you.
úgy vár-e búhús lélek, jöjj itt e földön úgy, fázom úgy félek, jöjj vedd le rólam a terhet, a súlyt, könyörülj rajtam, ó, irgalmas.
rendkívüli irodalomórát tartottak a Bárkányi suliban, amelynek vendége Vég Gáborné tanárnő volt. Mit jelent az, hogy Széchenyiek, ez volt a pontos cím, hogy Széchenyiek az irodalomban? És akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy na, ki tekinthető Széchenyinek? És akkor jöttek sorra a kérdések bennem, hogy az Széchenyi, aki itt született? Na mondjuk régebben még ugye ez talán lehetett egy mérvadó szempont, de ma, és az utóbbi talán fél évszázadban, nem tudom pontosan mióta, de amióta a kórházi születések a jellemzők, azóta egyik őtök sem Széchenyben született, hanem Balassagyarmaton, Salgótarjánban, és itt a kórházi hely van beírva a születési helyünkül. Aztán, tehát akkor ez nem biztos, hogy mérvadó. Itt élt mennyi ideig? Ősei éltek itt? Kötődött ő valamennyire Széchenyhez? Írásaiban megjelenik valamilyen módon Széchenyi? És sorolhatnám a kérdéseket, míg végül is több mint 20 név annak alapján jött nekem össze, tehát akiket gondoltam, hogy szólnom kell róluk, hogy életvitelszerűen éltek itt bizonyos időtartamig Széchenyben. Nem kötöttem időponthoz, hogy ez hány év, vagy hány hónap, hanem életvitelszerűen élt. Másfelől pedig azt is szempontnak tekintettem, hogy Széchenyhez való kötődése valamilyen módon megjelenjék az írásaiban. Hát így jött össze ez a több mint 20 szerző. Közülük mára, mert nem akarnak elrémiszteni benneteket, hármat választottam ki közülük. Három olyan költőt, Ferenczy Terézt, Komjáti Jenőt és Vihar Bélát, akik élményeik alapján is, útjukat tekintve is, illetve az írásműveik alapján is mindenképpen Széchenyinek nevezhetők. Megerősített ebben a választásomban az is, hogy mindhármójuk nevét utca név is viseli Széchenyben. Ferenczy Teréz és Komjáti Jenő neve már régóta szerepel az utcanevek között, és a közelmúltban talán másfél-két éve a városi önkormányzat úgy döntött, hogy Vihar Béla nevét is viselje az egyik utcánk. Tehát ha a közakarat is megerősíti, akkor úgy gondolom, hogy jól választottam ki ezt a három szerzőt. Tanárnő, Széchenyi alkotók közül ki a kedvence és miért? Nehéz választani, mert nagyon, nagyon jó alkotók, nagyon magas színvonalon alkotó költők közül kellene választanom, de aki szívemhez mégis legközelebb áll, talán Vihar Béla. Hogy miért? Mert vele személyesen is múltomban el találkozni két alkalommal is. Ezt követően a lányával, Vihar Judittal is találkoztunk az édesapjára emlékező körös és iskolai gimnáziumi rendezvényen. Tehát velük ez a személyes kapcsolat még nyomatékosítja azokat az élményeket, amelyeket a költőverseiből megismertem. És ezen túlmenően, tehát a személyes ismeretség mellett, az ő versei mellett teszem le a voksomat, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan ember életét példázza, Vihar Béla élete, aki a 20. század minden igazságtalanságának, minden embert megalázó társadalmi kirekesztettségnek szenvedő alanya volt. És ezeket mégis úgy tudta megörökíteni az írásaiban, verseiben, hogy ezekből nem csupán a fájdalom élménye szólal meg, hanem a hit, az emberi jóságba vetett hit és bizalom is hangot kap. Széchenyi városa sok alkotóval büszkélkedhet, kit ajánlana a fiatalok számára? Ismét azt kell mondanom, hogy nehéz a választási lehetőség. A mai élők közül talán, aki nagyon fiatalos lendülettel fogalmazza meg a gondolatait, Keszthelyi Mangó Gabriella és Zsidai Nyerges Judit. Ők mindketten olyan női lelkek,
akiket különösen a lányok számára én nagyon figyelemre méltónak tartok. Érzelemgazdag, érzelemdús verseket, de ugyanakkor gondolatgazdag verseket olvashatunk mindkettejüktől. Az idei érettségi témakörök között szerepel a Széchenyi városnak az irodalma is, és miért gondolja, hogy ez fontos a fiatalok számára? Amikor Csépe Éva tanárnő megkeresett ezzel a felkéréssel, hogy tartsak nektek egy előadást a Széchenyiekről, Széchenyiek az irodalomban címmel, akkor belülről valami olyan kimondhatatlan öröm érző fakadt bennem, mert ennek előzménye volt, hogy én egy nagyon kellemetlen élmény részese voltam, amikor magyar szakon elkezdtem a tanulmányaimat, és szégyenkeznem kellett amiatt, hogy Komjáti Jenőről nem hallottam, aki pedig széchenyi születésű, balassagyarmaton tanító pedagógus költő volt. És nekem rögtön ez jutott eszembe, amikor Éva néni említette, hogy érettségi tétel lesz a Széchenyi költőket irodalomban címmel, hogy azért ahhoz, hogy egy ember azt érezze, hogy valahová tartozik, és tényleg kötődik egy helyhez, akár szülőföldhez, akár másokán, ahhoz nem csupán a napjaink életét kell, hogy élje együtt a többiekkel, hanem ismerje a múltját, ismerje a művészetét, ismerje mindazokat az értékeket, amelyek gazdagították annak a településnek az életét és műveltségét. És ezért nagyon-nagyon üdvözöltem, és nagyon-nagyon köszönöm, bár nem tisztem minősíteni az iskolának a döntéseit, de ez mindenképpen kikívánkozik velem, hogy valami hallatlanul jó döntés. Ez, hogy érettségi tétel lesz. Boldog az, ki hők keblednek napsugarát élvezi, mert a világ nagy tengerét örömek közt evezi. Ifjú lélek és költészet, mennyi kincs ez, mennyi kéj. Egy hang tőled, és a jégszív túlvilági lángra kél. Kezed nyújtád, és barátul elfogadtál engemet. Lelked egyetlen sugára lángra gyújtál lelkemet. Hidd el, édes költőm, ám bár csak barát vagy én velem. Lelkesítőbb az nekem, mint másoknak a szerelem. A Bárkány Jovisok egy remek tavaszváró koncerttel köszöntötték a jó időt, az ízig-vérig profi lurkók már szervezik a következő évszakot váró buliukat. Az évszakkoncertek, mint ez a mai is, zenei nevelésünk szerves részét alkotják, a zenehallgatásnak egy az óvodai hétköznapoktól eltérő formája. Célunk a zene iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása, zenei ízlésformálás, zenei hagyományok átörökítése, esztétikai fogékonyságuk alakítása. A zene örömforrás, és a mi feladatunk, hogy ezt a fajta örömforrást biztosítsuk a gyerekeknek, minél többször is változatosabb formában. Célunk az is, hogy gyerekeink minél több zenei élményhez jussanak, később pedig a zenét szerető és értő felnőttekké váljanak. Szedem szépen,
A koncertek szervezése már több mint 10 évre tekint vissza, míg a régi Cseperedő óvodában kezdődött az úgynevezett mini koncertekkel, a művészeti nevelés részeként évente 3 alkalommal, ősszel, télen és tavasszal. Azóta változatos helyszíneken és közreműködőkkel kerültek megrendezésre ezek a koncertek. Tartottuk már szabadban, a művelődési házban, az iskolában, ahol például a téli koncert jegyében az iskolások karácsonyi műsorát szoktuk megtekinteni. Rendszeres vendégeink a zeneiskola tanárai, növendékei, zeneértő szülők, nagyszülők, és az Erkel Ferenc vegyeskar is vendégünk volt már. Gyönyörködhettünk már az Iglice táncegyüttes műsorában, és természetesen fellépnek óvodánk és iskolánk pedagógusai és a zeneóvisok is. Sok olyan gyerekdal van, amiben benne vannak ezek a virágok, az állatok, hogy például a tavaszhoz kötik még a szerelmet, a szerelem éjszakának is mondják. Az első dal a helytulipán tulipán, szerintem ismeritek is? Ja? Mindjárt énekelem, hogy van, szerintem biztos, hogy tudjátok. Hát, mint a címében is benne van, a tulipánról szól, és a szerelemről. Jó? Na, ez egy rövid kis dalaszka, úgy van, hogy... Hely tulipán, tulipán, teljes szekű szakalán, te lelkedben sájában, szerelemnek lányában. Igen! Óvodánkban már régóta működik a Zeneovi nevű különfoglalkozás azoknak a nagycsoportosoknak, akik szeretik a zenét, érdeklődnek iránta. Célja elsősorban a tehetséggondozás, de a gyerekek megismerkedhetnek a közös zenei játékok nyújtotta öröm, a zene és a zenélés szépségeivel. Az évszakkoncerteken a zene az elsődleges, de a gyerekek számára a zenén kívül versekkel, tánccal, képzőművészeti alkotásokkal segítjük a befogadást. Bízunk benne, hogy ezek a kis koncertek a gyerekeinknek élményt és örömet jelentenek, és mi pedagógusok is közelebb kerülünk céljaink megvalósításához. Eljátszom egyszer, aztán el is énekeljük. A mai koncerten először a Zeneovisok műsorát láthatják, utána pedig a zeneiskola tanára, Bacskai Balázs népi hangszereken fog játszani a gyerekeknek, és utána ezeket a hangszereket ők is kipróbálhatják. Yeah.
Mélyrenéző című rovatunkban ezúttal Bartus Dórával, a Cukorvilágok királynőivel beszélgettünk. Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, és szeretettel köszöntöm mai beszélgetőpartneremet, Bartus Dórit. Köszöntöm én is a nézőket. Szia Dóri! Megmondom őszintén, hogy a kedves nézőket egy csalogatni szeretném egy weboldalra, ugyanis ránéztem én is egy ilyenre, Torták és más finomságok néven. Csak ennyi, hogy szépen bepötyögtem, és már is kijött egy olyan weboldal, amint finomabbnál finomabb sütemények néznek velem szembe, és utána megláttam a te arcodat is, hogy mosolyogsz ránk. Hú, mondom, ez itt mindenképpen érdemes arra, hogy leüljünk veled és beszélgessünk. Dóri, honnan indultál, iskoláidról beszélj a kedves nézőknek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Valóban ezt a blogoldalt egyébként 2010-ben indítottam. Akkor indult igazából minden. Balassagyarmatra jártam a kereskedelmi iskolába, és ott érettségiztem, majd 5 éven elvégeztem a külkereskedelmi ügyintézői szakot. Aztán hát nagyon nehéz volt a döntés, hogy merre induljak ezután, de végül Gyöngyösre mentem a Károly Róbert főiskolára, és ott közgazdasági diplomát végeztem. Majd Széchenyben nyílott egy ilyen kis üzlet, amit én nyitottam ott a tűztoronynál. Hát nem volt sajnos olyan hosszú életű, mert nem váltotta be a reményeket, amit hozzáfűztem. Ezért utána sajnos munkanélküli voltam, kb. Egy évig, majd akkor végig egy ilyen egyéves angol képzésre jártam, amit így a munkaügyi hivatal támogatott, és megszereztem a középfokú nyelvvizsgámat, majd kimentem egy évre Angliába, és ott, ahogy éltem, egy évig voltam ott. Első pár hét után volt egy olyan lehetőségem, hogy egy világhírű cukorvirág készítőmesternek a tanfolyamára én elmenjek. Őt Elendannak hívják, és körülbelül 20 könyvet írt. És én az ő tanfolyamán sajátítottam el a cukorvirág készítést. Hogyan kezdtél el érdeklődni itt a cukorvirágokról? Hogyan jött ez az ötlet? Hát én először magamnak próbáltam itthon, próbálkoztam volna. Nem sok sikerrel, tehát mondhatom, hogy egy kicsit idegsokkos állapotba, kukába bevágtam azt, amit sikerült készítenem így egymagam. Elég nehéz ez a mesterség. Tehát, hogyha valaki önmagának neki kezd és önmagát próbálja képezni, akkor ez nem egyszerű dolog. Aztán én akkor úgy voltam ezzel, hogy én ezt tényleg hanyagolom meg, ez nem nekem való. Úgyhogy nem is próbálkoztam vele egészen egy jó másfél évig, amikor is ugye Angliába költöztem, és ott jött ez a lehetőség. Hogyan tudtad ezt kamatoztatni, hiszen azt is tudjuk, hogy ugye tortákkal kezdtél, süteményekkel, nagyon incsiklandó sütemények vannak ezen az oldalon, éppen néztem ezt a karamellás mézes szeletet, hát Isten bizony, hogy ezt ki kell próbálni. Hogyan indultál el a sütésektől, mert még ne a cukorvirágokkal folytassuk, hanem kezdjük a sütéssel. A gyerekkoromban én a dédnagymamámtól tanultam nagyon sok mindent. Mi mindig együtt sütögettünk a konyhában, nagyon sokat segítettem neki már, amit tudtam. És nekem valószínű, hogy innen ez a szenvedély. Egész fiatal koromban, egy nagyon kamasz koromban, 15 éves vagy 14 éves koromban próbálkoztam már azzal, hogy sütögessek egymagam tortát, több-kevesebb sikerrel. Ugye saját kárán tanul az ember, tehát voltak kudarcok, voltak sikerélmények, aztán így kezdődött ez nálam.
Ugye ez egy kitartó munka, tehát itt kellenek az alapanyagok, kell az ötlet ahhoz, hogy, és kellenek a megrendelők, vagy ezt elején csak magad szórakoztatására a családnak készítette? Hát leginkább a családnak készítettem tortákat, meg a közeli ismerőseimnek, mert ugye, hogy látták, hogy miket tudok készíteni, nagyon sokan megkértek, hogy ugyan már nekik is valamit készítsek, hogyha van rá lehetőség, aztán néhány közeli ismerősömnek is készítettem. Utána pedig már annyira érdekelt a dolog, hogy szerettem volna a cukrász szakmát is elsajátítani. Mi is onnan tudtuk meg éppen ott a torta díszítés című folyóirat kapcsán az, hogy újságosnál megvettük ezt az újságot, és láttuk benne, hogy te benne vagy, és ott van a gyönyörű szép tortád. Hogy hogyan kerültél ebbe az újságnak a közelébe, hogyan kerültek bele a munkáid ebbe? 2012-ben, amikor kiköltöztem Angliába, abban az évben volt egy olyan lehetőségem, hogy egy könyvben szerepelhettem, mégpedig a Tortadíszítés alapjai című könyv. Na most oda pályázni kellett volna elvileg, hogy bekerülhessen valaki a könyvbe. Én ezt elmulasztottam. Nagyon mérges is voltam magamra emiatt, de végül a főszerkesztő felkeresett, ennek ellenére, hogy nem pályáztam, és mondta, hogy szeretné, hogyha munkáim szerepelnének a könyvben. Úgyhogy ez innen indult, aztán ő volt az, aki 2013-ban olyan döntést hozott, hogy szeretne egy tortás magazint kiadni Magyarországon, és rögtön felkért, hogy legyek rovatvezető a magazinnál. Úgyhogy 2013-tól mai napig is én vagyok az egyik rovatvezetője Tortadíszítés magazinnak. Számoltad-e már így magadban, hogy körülbelül hány tortát sütöttél eddig életedben? Van-e valami fajta számodat? Hát pontos számot nem tudok, de szerintem ilyen több száz. Több száz, az biztos, nagyon sokat. Eleinte ugye saját káromon, meg hibáimon tanultam a torta készítést, nagyon nehéz volt, tehát mindent a saját tapasztalataim árán kellett elsajátítani, tehát nem tudtam, hogy mit miért rontok el, hogy mi a miértje. Aztán amikor ugye cukrásziskolába mentem, akkor ezeket megtanultam. Utána könnyebb volt. Igen, ugye a tortasütés és a cukrászat között mi a különbség? Hát a cukrászat az teljesen más dolog, mert úgy értem, hogy nem ez a fő ágazata, tehát nem a torta készítés, hanem nagyon sok minden van, nagyon átfogó szakma, tehát nagyon nagy szakmai ismeret kell az, hogy valaki igazán jó cukrász legyen. A torta díszítés az csak egy töredéke ennek a szakmának. Mondjuk én pont ebbe vagyok szerelmes igazából, mert ez a dekoráció az, ami engem vonz. A cukorvirág készítés egy művészet, így is mondhatjuk, hiszen alig tudja megkülönböztetni az ember, hogy igazi virágról, vagy cukorvirágról, vagy művirágról van szó. A tortáknál is néha előfordul, de a cukorvirág esetében ez sokkal művészibb, sokkal professzionálisabb. Igen, most amiket én ugye készítek virágokat, ezek mind drótos virágok, tehát minden egyes szírom külön dróton van, és ezáltal élethűek a virágok, mert ugye nincs összeragasztva az összes szírom, tehát nem egy ilyen összeragasztott merev dolgot kell elképzelni, hanem odaállítom szépen a szirmokat, ahová nekem tetszik, és ugye ezáltal élethűek, de nagyon sok munka ilyet készíteni. Tehát amikor mondjuk versenyre készülök, egy nagyobb versenymunka az legalább 60 óra, hanem 80, úgyhogy rengeteg idő. Pont ez a következő kérdésem, hogy ezeket megrendelésre, versenyekre készíted, vagy szakmai ugye megmérettetések? Hát én, ami versenyen megmérettettem magam, ezek szakmai versenyek voltak. Tehát részben a cukrász szakmát ezért is tettem én le, hogy ilyen szakmai versenyre elmehessek, mert ugye oda szükséges az, hogy valakinek meglegyen a végzettség a papírja erről. És most már két ilyen szakmai versenyen vagyok túl. Hál' Istennek mondhatom, hogy nagyon jó eredménnyel, mert ugye mind a kettőn aranyérmet értem el. Az egyik versenyen, tudom, még a pontozást is, tehát ott 100 pontot kaptam a 100-ból, ami nagyon nagy dolog, úgyhogy nagyon örültem neki. És nagyon nagy megtiszteltetés ez, hogy ilyen versenyekre el tudok már menni, és hogy így elismernek. Ezek országos szinten, vagy külföldi szinten is vannak ezek a versenyek? Egyelőre én csak országos versenyre mentem, de külföldi szintre is lehetne ezt emelni. Hogyha lenne rá lehetőségem, kapacitásom, akkor lehetne. Igen, ugye mondtad az angliai kapcsolatot, ezek megvannak mind a mai napig is? Igen, megvannak végül is, de ezzel úgymond nem élek, tehát nem szoktam ezen, nem használom ezt ki, hogy nekem ilyen angol kapcsolataim vannak. Ugye ez akkor Magyarországra, a kis országunkban népszerűsíted a cukorkészítés, a cukorvirágkészítésnek az alapjait, és úgy tudom, hogy tanfolyamokat is rendezel szerve. Igen, így van. Ez még egy elég egyedi dolog Magyarországon, tehát nem sokan készítenek ilyen virágokat.
főleg nem ilyen szinten. Néhányan vagyunk azért az országban, akik tényleg nagyon szép munkákat tudnak készíteni, de nem sokan. És ugye mivel én ezt külföldön meg tudtam tanulni, ezért egy idő után gondoltam, hogy Magyarországon jó lenne ezt már majd továbbadni, népszerűsíteni, és itt is megismertetni, megszerettetni az emberekkel. Mint mondtad, ugye hagyománya nincsen az országban, tehát te mint egy úttörő képviselteted magad itt az országban. Láttam is éppen a weboldalon, hogy rengeteg nagyvárosban szervezed ezeket a tanfolyamokat. Kiknek szólnak ezek a tanfolyamok? Igazából mindenkinek, aki érdeklődik ez iránt. Egész 16 éves korú fiatal hölgytől kezdve 84 éves nagymama is volt nálam, tehát semmilyen kötöttség nincs. Nem kell cukrász végzettségehez, egy pici kézügyesség kell, de én ugye egész nap koordinálom a helyzetet, tehát tanulók mindig nagyon szépen meg tudják csinálni azt, amit én szeretnék, hogy elkészítsenek egy tanfolyam alatt. A család, ugye arról még nem beszéltünk, hogyan fogadja ezt a család, hogyan tudja tűrtőztetni magát, hogy ne harapjon bele, vagy egyáltalán hogyan értékeli azt, hogy te ezzel foglalkozol? Nagyon örülnek neki, meg nagyon büszkék rám, én úgy gondolom. Anyukám is mindig a magazinokat beviszi magával az üzletbe, és mindenkinek örömmel mutogatja, hogy én miket tudok készíteni. És nekik ezt nem nehéz megállni, hogy ne egyék meg, vagy ne nyúljanak hozzá. Ők szerintem úgy nézik ezt, mint az én művészi alkotásomat, mint akár egy festmény, tehát ugye azt sem szoktuk piszkálni, vagy... Megenni. Igen. Úgyhogy... Ez a öltözék, ez mit képvisel, ezt hol viselted legelőször ezt a... Hát először, nem is emlékszem pontosan. Azt hiszem valamilyen tortás eseményen, talán közönség találkozón, amikor a magazinnak volt egy ilyen szervezve Budapestre. És hát ez egy cukrászkabát, ez egy ilyen tradicionális magyar cukrászkabát, és ezt szoktam viselni, hogyha valahol meg kell jelenjek, mert szoktam ilyen előadásokat is tartani. Tehát nem csak tanfolyamokat, hanem előadásokat is, ahol a szakma alapjait, fortéjait megpróbálod elmondani a kedves jelenlévőknek, igaz? Így van. Még eszembe jutott az a versenyekre visszatérve, hogy Magyarországon eddig sajnos nem engedélyezték ezt a cukorvirág kategóriát. Tehát nem ismerték el, mert nem lehető anyagot tartalmaz, mint virágdrótok vannak benne, virágkötözőszalag, virágbibék, amik nem ehetőek, tehát ezt másképp nem lehet elkészíteni, és eddig csak olyat engedtek, ami ehető anyagot tartalmaz. Viszont most már ugye a múlt évtől nyitottak e felé, és nagyon örülök neki, hogy ezt engedélyezik. Akkor valóban ez egy művészi ugye folyamat, művészi alkotás, amit te képviselsz. Ugye nem arról szól, hogy ezt letöröm és megeszem, hanem kiteszem a lakásba, és ez lehet nézegetni és gyönyörködni. Igen, de igazából meg is lehet enni. Tehát, hogyha valakinek van arra ambíciója, akkor akár egy tortáról le lehet ezt így ropogtatni, mert ezek ugye keményre száradnak ezek a szirmok. Tehát, hogyha valaki ezt szeretné, egyébként meg lehet enni őket, nyilván a drótok kivételével. Hát én is nagyon nehezen tűrtőztetem magam, hogy ezeket a finomságokat itt éppen hagyjam, de hát itt a stáb többi tagja azt mondta, hogy egyelőre még a felvétel erejéig ne nyúljunk hozzá, és ugye ezek mind egyedi tervek, ezeket te találod ki, ezek hogyan készülnek? A magazin felkérésére szoktam ugye tortákat készíteni, általában minden magazinnak megvan a maga sémája. Tehát van, amikor gyerektortákat készítünk, van, amikor esküvői tortákat, van, amikor évszakhoz kapcsolódó tortákat, és ugye ezt próbálom valahogy megjeleníteni egy-egy tortában. Például, ami itt kettő ugye ki van téve itt elém, az egyik ez a kiskutyás, az ajándékdobozos, ez a mostani, éppen most van a boltokban a magazinnak, ez van a címlapján. Ez egy ilyen gyerektorták külön számba készült, és hát én magam igyekszem ugye a színeket összehozni, a formákat, kitervelni azt, hogy milyen legyen egy torta végül, hogy nézzen ki. Ugye annyit tudnék, hogy ezek hungarocell alapra készülnek, mivel nekem 2-3 napot kell egy ilyen tortával dolgozni, fotóznom is kell, cikket írni róla, aztán ezt így ugye egy valódi tortával nehezen lehetne megtenni, tehát tönkre menne. De ugyanígy el tudnám képzelni és készíteni ugye rendes tortából, ezt piskótából, meg krémből. Igen, csak az ugye az fogyasztásra készül, gyorsan meg kell lenni, igen. Ezek pedig inkább egy ezek ilyen díszmunkák. Igen. Ugye beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, és hát gondolom fiatal lévén rengeteg terved van. Mik azok, amiket a jövőre tartogatsz? Hát nagyon szeretnék majd egy saját oktatói termet, valahol talán Budapest környékén, hogyha minden igaz. És jó lenne mellette egy ilyen kis üzletet is kialakítani, ahol ilyen tortás eszközöket vagy ilyesmiket lehetne árulni.
úgyhogy ezek a hosszú távú tervek. Aztán, hogyha egyszer úgy jönne össze, akkor nagyon szívesen elmennék külföldi versenyre is megmérettetni magam. De még ahhoz szeretnék azért fejlődni. Még tanulni kell, úgy érzem, igen, igaz? mindig kell fejlődni. Uh-huh. Igen. Dóri, én nagyon szépen köszönöm, hogy a kedves nézőkkel megosztottad a munkáidat és a saját életedet, és egyáltalán kitárult a világ a nézők előtt, hogy mik a lehetőségek itt a cukorvirágokkal és a tortákkal kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm, hogy bennünket néztek, viszont látásra, jó egészséget kívánok! Élő Egyház című rovatunkban az első áldozások időszakához közeledve egy archív videóval idézzük fel az egyik kedves nézőnk hasonló élményeit. Thank you.
lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves gyerekek, kedves testvérek, nagyon nagy ünnepünk van ezen a nagyon szép tavaszi napsütéses napon. Hosszú ideje készülöttök arra, hogy a mai szentmisében, életetekben először, de biztos, hogy nem utoljára, magatokhoz vegyétek oltári szentségben, a kenyérben Jézus Krisztus. Betöltözik a szívetekbe, hogy veletek éljen, szövetséget kössön, barátságot kössön veletek. Komolyan készültetek az elmúlt időben, biztos vagyok benne, hogy mi is és szüleitek is nagyon várták ezt a napot. Nem csak azért, mert ünnep lesz, hanem mert az igazi ünnep az az, hogy Jézussal találkozott. Szüleiket valamikor pici korotokban elhoztak ide a templomba, és megkereszteltek titeket. Vele merítettek Jézus megváltó szeretetébe, Atya gyermekei, Isten gyermekei lettetek. Most azt kérem a kedves szülőktől, hogy ezen a mai ünnepen, amikor ebbe a beavatásba, bemerítésbe egy újabb nagy lépést tesznek ezek a gyerekek, áldják meg gyermekeiket. Kérem szépen, hogy mindenki tegye a jobb kezét gyermekének a fejére, és imádkozzunk együtt, velem együtt áldást. Köszönöm, Uram, neked a gyermekemet. Köszönöm, hogy rám is az életét. Köszönöm, hogy kedvét saját kenyeremre fogva én kurzsba kaptam mára először. Hálátot érte, és azért, hogy ő a te gyermeket. Most újra visszaadom őt neked, legyen ő egészen a tiéd. Töltse ő Isteni szeretetettel, amikor a magához fogad oltári szentségben. Ne engedd, hogy elszakadjon tőle, mert csak addig a miénk, amíg a tiéd is. Vezess őt egész életében, és az ő kezével együtt minket is, hogy mindnyájan mindig a te utadat járjuk. Amen. Pici keresztet lehet rajzolni a gyerekek homlokára, apu is, anyu is, testvérek is. Thank you.
bontakozik a te akaratodat. Hallgass meg minket.
Műsorunk végéhez értünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket, a következő adás alkalmával is tartsanak velünk, viszontlátásra! Műsorunk támogatói voltak.